Prolgic cég először képviseltette magát a Haldorádó Ponthorgász napokon. Attila, oszd meg velünk a véleményedet, észrevételedet, hogy tetszett neked ez a rendezvény? Igen, valóban, és nagyon örülünk, hogy végre a Haldorádó Horgászportál is elkezdett érdeklődni a Prolgic termékek iránt. Hál' Istennek nagyon jó volt, nagyon pozitív volt a fogadtatás itt az elmúlt két napban, és remélem a mai napban is azt fogjuk tapasztalni. Nagyon nagy élmény számba ment a számomra is az előadások megtartása. Gyakorlatilag olyan családias volt a hangulat a sátorban odakin, hogy hihetetlen, magam is meglepődtem, még ilyen rendezvényen nem volt nagyon szerencsém. Budapesten inkább, de ez vidékiek közül maximálisan a top kategóriába tartozik. Nagyon örülök neki, hogy ilyen pozitívak a tapasztalataid. Melyek voltak azok a termékek, amely iránt a legnagyobb érdeklődés mutatkozott? Igen, ez egy nehéz választás lesz ilyenkor, és nehéz dió, ugyanis nagyon sok újdonsággal jött a Prolgic 2013-ra. Mégis ezen belül el lehet mondani, hogy a magnetó jelzője a Prolgicnak hihetetlenül jól működik, és hihetetlenül nagy a várakozásoknak megfelelő eredményeket hozta, nagyon tághatárok között állítható a leváltása a kapás esetén a botról, hogy nagyon szeretik az emberek, nagyon tetszik nekik, és hát nagyon sokat el is vittek belőle, remélem, hogy mindenki boldog lesz a használatba. A zsinórok közül pedig a Long Distance névre hallgató Prolgic zsinór az, amit nagyon keresték, és nagyon tetszett az embereknek, ugye már a tavalyi Ponchon a katalógus alapján nagyon sokan találkoztak vele, és ez az első olyan fórum, ahol már meg is tudják vásárolni ezeket a termékeket nagy örömünkre, és bizony igen, hát a tesztek alapján is más zsinórokkal összevetve, a Prolgic saját zsinórja is összevetve, ilyen 100 méteres távolságban, egy jó 5-10-15 méterrel magasabb dobástávolságok elérhetők ezek a szuper kerámia bevonatos zsinórral. Ugyanilyen nagy sikernek számít a Prolgic 2013-as Com névre keresztelt bocsaládja. Nagyon nagy újdonság, nagyon-nagyon kedvelik a vásárlók, nagyon-nagyon szeretik az emberek, és végre kézbe is vehették. Remélem, nagyon sok sikeres halfújás fog számítani. 3 méteres az a bot, amit nagyon-nagyon viszik, nagyon-nagyon tetszik az embereknek. Létezik 240-es, 270-es hozban is, viszont a 3 méteres az a bot, ami még partszéli horgászatra is alkalmas, a többi az inkább a csónakos horgászoknak kedvez. Rövidebb a nyél kiképzése, sokkal biztosabb a fogás a botnak. Könnyű botról van szó, nagyon jó dobási paraméterei vannak. Én figyelmébe ajánlom mindenkinek, aki esetleg még nem ismeri ezt a bot családot. Árpád, te már régi visszatérő vendége vagy a Haldorádó Ponthorgász napoknak, hiszen idén a harmadik alkalom, hogy részt veszel velünk ezen a rendezvénysorozaton. Kérlek, értékeld a mostani hétvégét. Nagyon örülök, hogy újra meghívást kaptunk erre a háromnapos nyílt hétvégére. Nagyon nagy öröm számunkra az, hogy bebizonyította a hétvégén a kiállítás azt, hogy ha jó az idő, akkor rengeteg érdeklődő várható ide a Haldorádó Horgászcentrumba. Nagyon nagy érdeklődéssel fogadták a 2013-as új termékeinket. Nagyon-nagyon pozitív visszajelzés az számunkra, hogy a termékek, amit már harmadik éve Magyarországon forgalmazunk, azokat előszeretettel vásárolják és használják ezeket a termékeket. Árpád, melyek voltak a kiállítás sikertermékei? A 2013-as új termékünk a Helichod Rubber & Beats X-Mall. Ez azért kapta ezt az elnevezést, mert a tavaly megjelent Helichod System az meg lett csinálva egy kisebb változatban, azért is X-Mall a neve, ami a Silkré előtét zsinórunkhoz alkalmazható. Ez egy új ólommentes anyagában olmozott előtét zsinór, már ólombetét nélkül, ezáltal sokkal könnyebben lehet vele dolgozni, és ugyanúgy süllyed, mint a litkor. Amit még tudni kell, hogy ez az X-Mall Helichod Rubber, ez teljes mértékben a Silkréhez, a Tungsten Leaderhez és az új fluorokarbon előke zsinórunkhoz lett kifejlesztve. Mind a három terméken tökéletesen megáll azon a ponton, ahol mi szeretnénk, és nem utolsó sorban, akkor rá is térnék arra a fluorokarbon előke zsinórra, amiről beszéltem az előbb. Ez 100%-ban fluorokarbon, egy merev zsinórról beszélünk, fluorokarbon zsinórról, ami a merevsége által csothoroggal nagyon tökéletes akadást érhetünk el vele. Amit még erről a termékről tudni kell, hogy ez a vízben teljes mértékben láthatatlan. A Haldorádó Féder Team tagjai, Sipos Gábor és Sisa József mindhárom nap nagyon érdekes előadásokat tartottak a versenyszerű féderbotos horgászatról, etetőanyag keverési tippeket, tüköket, tanácsokat mutattatok be. Gábor, elsőként téged kérdezlek.
Melyik volt az a témakör, ami leginkább érintette és érdekelt az embereket? Hát minek utána én a Fermentis családról beszéltem, illetve arról, hogy hogyan is sikerült ezt az etetőanyagot, ezt a komplett kész etetőanyagot zacskóba tenni, illetve ennek az előzményeit, ugyebár a starterjesztett kukoricáról tartottam egy rövid előadást, illetve élménybeszámolt, hogy versenyen milyen sikert értünk ezzel az etetőanyaggal. És látszott, nagyon folyékonyak voltak erre, hál' Istennek a nézők, és gyanítom, hogy ki fogják próbálni ezt nyáron, és biztos vagyok benne, hogy szép eredményekkel fognak felállni a vízpart. Józsi, nálad melyik termék aratta a legnagyobb sikert? Én a metód technikáról beszéltem, a háromféle top metód etetőanyagról. Nekem számomra kedvencem a Total Fish nevezető etetőanyag, hogy az rengeteg halisztet tartalmaz. Én ugye tudva lévő, hogy egész évben tavasztól őszig a halaskajákat referálom, ezért legtöbb kérdés a Total Fish etetőanyaghoz tartozott. A Haldorádó Ponyhorgásznapok indulása óta tulajdonképpen az egyik meghatározó vendége az SBS csapat. Most jelen pillanatban Gál József és Besenyei György képviseli ezt a nagyszerű tímet. Józsi, kérlek, értékeld az elmúlt három nap eseményeit. Ismét sikeres három napon vagyunk túl, hiszen a horgászok az évek során megszokhatták, hogy az SBS újdonságok ezen a rendezvényen debütálnak rendszeresen. Hatalmas érdeklődés kíséri a rendezvényt, hiszen először itt vehetik kézbe az újdonságokat, itt szagolgathatják, nézhetik meg tulajdonképpen. Gyuri, most hozzád fordulok. Melyek azok a termékek, amelyek kiemelt érdeklődésre tartottak számot? Az SBS 2013-as újdonságai közül hármat említenék, amelyek nagyon nagy érdeklődésnek örventek. Ez a Flumino termékcsaládból az F-Code, amely egy fishmail, egy haras irányvonalat fedett le. A következő az a Z-Code, mely a zigriges horgászatnak, egy vízközti horgászatnak az újdonsága, és a harmadik az pedig egy Double Trick Wafters, ami annyiban változott, hogy a főzött magot kicseréltük egy Waftersre, ami azt jelenti, hogy egy kibalanszírozott horogcsali marad az oldódás után. Herman Robert Máté. És itt van! Itt van a családja, kitartott mellette, és megvan a boldog nyertese. Gratulálok! Egy gyors kérdést hadd tegyek fel neked is, mint minden alkalom a győzteseknek. Van-e olyan a családban, aki bojlizik, vagy esetleg te bojlizol el? Én félelem. És mi fog történni ezzel a Project Polyphony kapásjelző készlettel? Használom ezt. Az imént ért véget a 7. Haldorádó Ponyhorgásznapok utolsó hivatalos programja, a tombola sorsolás. Köszönjük mindazoknak, akik ebben a zord téli időjárásban is eljöttek az utolsó nap, és kitartottak mellettünk. Egy jó hír azok számára, akik esetleg nem tudtak eljönni, hogy már rendelhetők, megvásárolhatók a Haldorádó 2013 évi újdonságai.